Nehezen viselik a koronavírus járvány miatti bezártságot az idős emberek az orosz gócpontnak számító Moszkvában. Ez az asszony Nina, aki elmúlt 80 éves, azt mondja, az idősek amúgy is a négy fal között töltik napjaikat, de a mostani állapot számukra szinte kínzással ér fel. Ninához hasonlóan más időseknek is otthon kell maradniuk, szociális munkások és önkéntesek segítik őket. Ez a nő például azt kéri egy önkéntestől, hogy a pénzéért hozzon neki tojást. Az időseknek most jó néhány problémával kell szembenézniük. Sokaknak például nincs bankkártyája, így nem jutnak hozzá a nyugdíjukhoz, mert a bankok zárva tartanak. A karantén első hetében nem működött a helyi közeli bank, így többen nem jutottak a pénzükhöz, és nem is tudtak élelmet venni, mondja Oleg Sáripkov, egy civil alapítvány ügyvezető igazgatója. Sok egyedülálló idős embernek nincs mobiltelefonja és számítógépe sem. Sáripkov szerint pedig az alapítványok, szociális szervezetek és önkéntesek kapacitása nem elég ahhoz, hogy minden rászorulónak segítséget nyújtsanak. Egy egész generációról beszélünk, nincs kapacitás mindenkit látogatni. Ráadásul sok idős ember nincs is a szociális szervezetek látókörében, magyarázza Sáripkov. Andrej egy önkéntes, azt mondja, többnyire bevásárol az időseknek, vagy kiüríti a szemetes ládájukat, és azt látja, hogy a többségük meg van ijedve. Ez a hölgy, Maria Jeszáková, a telefonján az édesanyja fényképét mutatja, aki a sztrókja után állandó ápolásra szorul. Máriának el kell látnia a gyerekeit is. A korlátozó intézkedések értelmében pedig az anyját hetente csak kétszer látogathatná, amit nem könnyű betartani. Bármikor összeeshet, az eheti két látogatás pedig már megvolt. Mit tehetek, ha elájul? Nem tud magának főzni, a jobb keze lebénult. Hogy állja meg, hogy ne menjek hozzá? Az önkéntesek nem mehetnek be a lakásba, csak letehetik, amit hoztak, még az ajtóhoz sem érhetnek, mondja Maria. Az izoláció kétségkívül hasznos a koronavírus fertőzés megelőzése szempontjából. Az idősek számára azonban legalább annyira fontos, hogy biztonságban érezzék magukat. Az orosz kormány támogat néhány önkéntes szervezetet, a kritikusok szerint azonban ez kevés.